البركو ايوك الزنين Na sziasztok mindenkit, üdvözlök! Lui cimborámmal megmutatjuk nektek az új eventet. Gufinátor vagyok, a harcos magyarok PS4 klánból. Az új event neve pedig a Warframe-en belül a Razorback Armada. Bizonyára észrevettétek, mikor bejelentkeztetek a játékba, kaptatok egy Razorback Armada chipper kulcsot, ami az eventhez való bejutás segíti elő. Enélkül sajnos az eventre nem tudtok bejutni. Itt is van a kulcs, mutatom. Ugye polimer bundle kell hozzá, illetve gallium, és ez az új nyersanyag a Cryptographic Alu nevű nyersanyag. Sajnos rossz hírem van a kisebb szintű játékosoknak, illetve azoknak, akik még nem csinálták meg az Archwing questet, azok ezeket a nyers anyagokat sajnos nem fogják tudni soha kifarmolni, ugyanis Archwing missionökbe fog ez hullani ez a nyersanyag. Korpuszok ellen kell menni. A legegyszerűbb módja egyébként egy Mobile Defense Mission, Neptune lesz. Mutatom is a térképen. Tehát Neptune bolygó, Szalícia, és ugye amint látjátok, oda van írva, hogy Archwing Mission, Mobile Defense. 27 és 32-es szintű ellenfelek vannak, tehát azért ide komolyabb Archwingek is kellenek, tehát egy odonatával nem igazán van értelme bejönni, egy odonata prime-mal. Elitront tudok nektek ajánlani, illetve az Amesha nevű Archwinget, mert őnekik ugye területi támadásuk van. Ezekkel nagy területet fogtok lefedni, és jobban fog hullani a nyersanyag. Nem fontos, hogy milyen fegyvert hoztok magatokkal, mert úgyis kardozni fogtok, ezt el fogom nektek árulni. Előre most, hogy nem fogtok lőfegyvert használni, csak karddal folyamatosan az enemiket, és úgy lesz a legjobb a loot. Na hát ja. Akkor, Luikám, akkor indíthatjuk? Nyomassuk akkor. Az előző meccsünk sajnos nem volt olyan sikeres, de majd most elválik, hogy milyen lesz a drop rate. Így van. Na, még két emberke csatlakozott. Mindig Ice Cube-ot hallgassatok közben. Így van. Vagy NBA-t, vagy Tupac-et, amit akartok. És semmiféleképpen se Valhallót, azt nem hallhatsz. Az soha. Az nagyon szar. Az nagyon raki. Az nem jó, baszki. Na, hát akkor nézzük. Na. Hát 3 pontot kell majd megvédeni. Azt jó, ha előre tudjátok. Másfél perc, 1 pont védelme. Az alatt amennyi enemit tudtok, ami az utatokba kerül, mindenkit meg kell ölnötök. Ugyanis bárhol dobhatja ezt a nyersanyagot. Egyet elárulok, nem korpusz repkedő drónok fogják majd dobni, hanem ezek a korpusz katonák, amiknek ugye a rakéta a hátuk van, a saját Archwingük, azok fogják majd dobálni. De ezek majd a pot közelébe fognak inkább megjelenni. A legnagyobb esélyetek akkor van a dropra, amikor látjátok, hogy egy keményebb katona jön be, amit kék, piros, sárga aura fog majd jelölni. Az veszi őket körbe. Tulajdonképpen... Vagy ha beírtok engem így. De volt már rá példa, hogy azért dobott repkedő drón is, de tényleg mindenkit ki kell nyírnotok, tehát nincs mese. Ami enemy a közeletekben van, az azonnal végezni kell vele. Elhagyhatjátok a pod területét tulajdonképpen, mert ha van egy elitron és egy amesa, a podnak semmi bántódása nem fog esni. A nyersanyagot külön nem jelöli a térkép, és nem is jelzi ki a térkép nektek, se levegőbe, se ikonnal, se semmivel. Ezt majd csak egyszer észreveszitek, hogy fölvettétek is ennyi. Itt van egy buffy, itt volt egy valahol. Pod közelében? Kettő. Ja, kettő is. Itt gyere ide, Louis, itt az ajtó közelében a kettes V ponton is van egy.
gyorsan körbenézünk. Tényleg, amit láttok, hogy csapatások megöltek, hoppá, bocsánat, böfögtet a kóla, de tényleg, amit láttok, nyersanyagok közelébe, energiakapszulák közelébe, mindent nézzetek végig, hogy hol dobhatja a nyersanyagot, mert nem fogja kidobni tényleg a térkép, tehát nem látható nyersanyag. Egyszer csak majd kiírja, hogy meg lesz. Ja, induljunk akkor. És ehhez a küldetéshez legjobban ajánlom a Ice Cube-nak a Love No Cry Later című albumáról a Smoke Some Weed című számot. Az pont ide illik. Hát igen. Na, meg is vagyunk. Itt a következő. Csak már jönni kéne a zenemiknek. Talán itt most jobb lesz a drop rate, úgy látom, Louis. Már jobb, mert most már kaptam. Már kettő van. Én is folyamatosan csak kardozok. Tényleg. Más nem csinálok. Ja, és hát amit elfelejtettem említeni, mindig csapatban mozogjatok, akkor van a legjobb drop rate a játékban egyébként. Mindenből, akármit akartok farmolni, a polimertől kezdve minden, az mindig csapatban működik a leghatékonyabban. A pod közelében van egy Louis, rögtön itt a pod alatt. Jövök. Nézzük. Kontinyáljuk a defenzet, nem érted? Itt belül V-pontolom. Ide van. Gyere be. Megvan? Oké. Okay. Ezért jó egyébként az Amesha, mert minden szív és ölés. Jó az Amesha, mert tud szívni. Ja. Olyan, mint egy jó ribi. Amúgy ezt most live-olod, vagy csak ne, nem live-olom, sima videó. Ja. Á, live-ot nem szeretek csinálni, mert ott... Hát, tökön. A disztingválni kell. Ja. Megint van a pod alatt egy. Ja. Na, ez már nagyon jó. Itt már szerintem 5 vagy 6 darabunk már van. Megint. Mondom, ha nagyon jól csináljuk a dolgokat, akkor egy ilyen 10 darabba ki tudunk jönni. Csak sok ilyen repkedő soldier jön, és akkor nem lesz gond. Mindent körbenézünk. Ja, okay. Kinyitottam a térképet. Ó, hogy bazd meg. Öcsém, neki megyek a falnak, ez az átszunk, ez nem nekem való. De nem az, automatikusan nem tudom miért. Ezt csinálja az ácsünk, hogy a fal közelébe szív. Hát, gondolom azért, hogy ne legyen olyan de... kérdés. Hát jó, de hát az... Na, itt is van, Louis. Fölvettem. Fölvetted? Jó. Azért mondom, pontok között is érdemes gyilkolászni, mert nagyon jól hullik egyébként. Kipróbáltam már az összes ácsünket, de itt a legjobb a drop rate. Tehát hiába van a... Capture, vagy nem capture, mi az, a, amikor az A, B, C pontok vannak, az a interception. Azt hiszem interception. Hát egy itt nagy ratyi. Egy... Ja, láttam, pod alatt volt. Behúzta oda izé. Kihúzzuk megint. Gyertek csak. Nyaközbe tölteni energiát. Sokkal többen jönnek így. Ja. Rengetegen. Itt is van. Itt is hullott egy. Ez már szerintem a 7. Bosszok is dobhatják egyébként. Nagyon ritkán, de dob az is. Ja, az a lényeg, hogy az aurákat is nézni kell az enemiknél, mert amin van aura, az dobhatja. Jó. Ott nincs. Itt sincs, ott sincs. Bármilyen. Na nézzük. Hoppá. Na. Nézzük.
Jön még ilyen, nem? Ja, itt még van egy kicsi. Á, ezek már nem fognak dobni. Menjünk ki, hét bőven van. Még egy kéne amúgy. Hát jó, nem ártana. Hát mindegy, lehet, hogy a kifele járat fele még találunk. Istenem, na még ezeket itt bezúzom Holnap azért. Holnap megyek suliba, ember. Jézusom. Erre nem tudok mit reagálni. Köcsög. Nem, nincs az az Isten, hogy én még egyszer iskolába. Legutóbb legutóbb elég volt nekem, hogy izé. Letettem 15 évvel ezelőtt, bazd meg a hegesztőit, azt elküldtek hegesztőre, bazd meg. Fú, nekem az az egy év az elég volt. Én azt hittem neked az általános is elég volt. Én azt hittem hirtelen befolytam a tanárt komolyan. El akartam magyarázni, hogy kell hegeszteni, meg izé. Azt mondtam neki, hogy ne haragudjál már, mondom, lehet, hogy nem hegeztek egy matyó hímzés, de mondom, nézzük már meg a szakító próba alatt. Ezt betette a szakító próbára, azt mondta, hogy jó van, akkor inkább hagyjuk, jó? Nem szóltam egy kurva szót sem. Na mondom, én is ezért mondtam, hogy inkább fejezd be. Ne nekem akar megtanítani, hogy hogy kell hegeszteni, van itt elég újat. Ott egy drón. Na menjünk lett? Ha, 8 darab. Hét. Na ez el. Nekem 7. Nekem 8, akkor valamit nem szedtél föl, amit kivépontoltam. Mindegy. Jó ez, jó volt, jó volt ez a drop. Nagyon jó Mennyi volt. Idő, amíg legyártja az izét? Egy perc. Ezt mindenkinek mondom, srácok, de bizonyára láttátok a videóban, amikor oda kattintottam a chipperhez, hogy 1 perc alatt fogjátok legyártani. Hát sajnos polimert is kell farmolnotok, úgyhogy arra rá kell feküdni. De összeverődtök, bemegy egy nekrosz, egy hidroid, meg 2 másik ölő karakter, ami képes pusztítani. És akkor nagyon sokkal ki lehet jönni egy szurviba. Úgyhogy... Hát akkor ennyi lett volna tulajdonképpen a videó, amit szerettünk volna nektek megmutatni, hogy lehet farmolni. Elköszönünk, és akkor hát sikeres farmolást, sikeres részvételt az eventen. Találkozunk a játékba! Így van, találkozunk délután a játékba. Esetleges nyelvbotlásokért, illetve reakcióidő kapcsolásokért elnézést kérek, éjszakás voltam, úgyhogy egy kicsit már ragad a szemem, de hát ez van. Sziasztok!